Már hagyomány, hogy a nyíregyházi kosársuli a korosztályos bajnokságok kezdete előtt egy utánpótlás tornát rendezve igyekszik minél több játék lehetőséget biztosítani a fiatal kosarasoknak. Ezúttal három korosztályban 16 együttes mért össze tudását a Szent Imre Gimnázium, a Bánki Szakközép és az Ötvös Gyakorló Csarnokában. A házigazda NKS szakmai igazgatója szerint a meccsek jól szolgálták a felkészülést a tétmérkőzésekre. Nagyon jó torna volt, tehát úgy gondolom, hogy azért a juniorban olyan csapatokat sikerült meghívnunk, akik azért az élmezőnyhöz tartoznak, akik már ugye játszanak sok esetben amatőr NB1-es mérkőzéseket is. Korosztályos válogatottak is voltak ezekben a csapatokban, és minden tekintetben jó mérkőzések voltak, színvonalas mérkőzések voltak. A junioroknál ott a Szekszárd nyerte ezt a tornát, második helyen a Beasz végzett, és harmadik helyre sikerült nekünk bejönnünk. Az igazság, hogy ennek a tornának azért jellegzetessége volt az, hogy itt a kandidátusi játékvezető továbbképző is volt, és így a mérkőzéseket fél időkben cserélték a játékvezetőket, tehát 3-3 játékvezető mechanizmussal, és a junioroknál ez komoly gondot és problémát okozott, nem tudtunk alkalmazkodni ehhez a szituációhoz, de úgy gondolom így, hogy tehát akkor nagyon az okon esett, és nagyon bosszantott a dolog, de egy utólag azt mondom, hogy tanultunk ebből is. A kadett korosztályban is a Szekszárd végzett az élen, megelőzve a nyíregyházi kosársulit. A serdülőknél a házigazdák csapata szerezte meg az első helyet. Mint Farkasinszki Gyuláné elmondta, a juniorok tornája egyben a felnőtt csapat felkészülését is segítette. Nekünk per pillanat 3 felnőtt játékosunk van, akik képviselik az idősebb generációt, de az előző évben is a juniorjaik már igencsak sok szerepet kaptak az amatőr NB1-es bajnokságokban. Ahogy most elnéztük itt ezeket a felkészülési mérkőzéseket, szerintem szépen sem odaérnek, de ha kicsit belegondolunk, az annak idején azok a játékosok, a 95-öseink, tehát itt a Diáék, a Dúnya Betty, vagy a Vanessa, tehát ők ugyanebben a korban kezdték azt, hogy amatőr NB1-ben játszanak. Tehát tehetségesek, ügyesek, tényleg szerintem jó felkészített játékosok. Na most ugye itt nekünk majd peppent annyi a dolgunk csak, hogy a rutint és a fiatalos hévet valamilyen szinten összecsiszoljuk. Az amatőr nemzeti bajnokságban a felnőtteknél szeptember végén kezdődik a szezon, a juniorok és a serdülők viszont már a hétvégén tétmeccseken lépnek pályára.